A józsefvárosi zarándokok a Veszprém megyei Mihályházán csatlakoztak a Nemzetközi Egy úton zarándoklathoz. A tiszteletes áldása után útnak indult a csoport. A szervezők szerint a kerület keresztmetszetét mutatja a résztvevők összetétele. A résztvevők egy része hontalan, hajléktalan, roma, cigány származású. Vannak közöttünk egyszerű emberek és egyetemi tanárok. A szervezők szerint a közös zarándoklat összehozza az embereket, hiszen az úton mindenki egyenlő. Az együttlét elmossa a különbségeket, és nem csak a résztvevők között alakul ki párbeszéd. Amelyik községen, településen átmegy ez a zarándoklat, ott az a közösség vár bennünket a templomba, egy kis agapéval, süteménnyel ezzel azzal meg is kínál bennünket, és így alkalmat ad arra, hogy az emberek egymás felé is kinyíljanak. A zarándoklaton megtett több mint 15 kilométer alatt a természet szépségeiben is gyönyörködhettek a zarándokok. A borsos-győri templomban a zarándoklaton résztvevő fiatalok zenéltek, mindketten a 8. kerületből érkeztek. Számomra azért fontos ez a zarándoklat, mert ki tudom fejezni azt, hogy mennyire fontos számomra Isten, és főként neki tudok játszani. Borsos-győrben találkozott a két fővárosi zarándokcsoport, a pápai Szent József templom plébánosa kísérte a busszal érkező időseket. Nagyon szép, hogy ők ezt a napot rászánják, és igyekeznek meggyőződésüket, hitüket megvalva minket is arra ösztönözni, hogy tudjuk egymást elfogadni. A 8. kerületből majd 100-an vettek részt a zarándoklaton. A szervezők azt mondták, az út során számos helybéli és környékbeli csatlakozott hozzájuk, hogy együtt hirdessék összetartozásunkat, azt, hogy Ferenc pápa tanítását követve megmutassák, hogy egy nép vagyunk, Isten népe.